Hétfőn kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályokba. Első körben a lakókörzetük szerint fogadják az iskolák a gyerekeket, második körben lehet majd a fennmaradó helyekre, más tanintézményekbe is beiratkozni. Szász Andrea a lakhelyükhöz legközelebb eső iskolába íratja kisfiát, úgy véli, a procedúra nem nehéz, sok segítséget kapnak a tanintézménytől. Most márciusban tölti a 6-ot, és mi az Unidi negyedben lakunk, és oda a 8-as iskolába íratom be. Szerintem nem nehéz, mert most is lehet már, el lehet kezdeni. Ez pedig már a marosvásárhelyi Friedrich Schiller általános iskola előkészítő osztálya. Hamarosan már nem ők lesznek itt a legkisebbek. Azokat a gyerekeket, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik a 6 évet, kötelező előkészítő osztályba íratni, de azokat is be lehet, akik évvégéig töltik be a 6-ot. Utóbbi esetben pszichológiai vizsgálaton kell átesniük, amely igazolja, hogy alkalmasak az iskola kezdésre. Az előkészítő osztályba való beiratkozás jövő héten kezdődik február 29-től, és egészen március 18-áig tart. Két részben történik, az első részben a körzetek szerinti beiratkozás, a második részben pedig a körzetek után, ha maradnak helyek, akkor természetesen mindenkit szeretettel várunk az előkészítő osztályba. Az első szakasz eredményeit a március 25-i hétvégén függesztik ki, ezt követően lehet majd a megmaradt helyekre beiratni a gyermekeket. Az iratkozás végső eredményeit április 15-én függesztik ki. Vannak gyerekek, akik szerint egész jó találmány az iskola. Hát az elég jó azért, hogy van iskola. Hogyha nem lennének a gyermekek, nagyon bután lennének, hogy az iskola sem lenne. Na de, hogyha nem lenne semmi egyetem vagy dolgozás, na, akkor az nagyon baj. A napokban egyébként minden iskola kötelezően nyílt napot tart, ahol a szülők és a gyermekek betekinthetnek az intézmény életébe.